Kezit csókolom, jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a budaörsi metró áruháznak előtte a parkolójában emberek gyülekeznek. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi célból, mi történik itt ma tulajdonképpen? Itt most a metró dolgozók demonstrálnak azért, mert a céggel nem tudtak megegyezni a bérről, az idei éves bérről. Legalább két hónapja zajlik az egyeztetés a bérekről, hiszen kormány azt mondta, hogy senki nem keresett kevesebbet idén, annak ellenére, hogy átalakul az adórendszer, de anélkül, hogy az embereknek kapnának bérfejlesztést, legalább 8-10 ezer forinttal kevesebbet keresnek, és a metróval nem tudtunk megállapodni, hogy ezt valami mondan neki is kompenzálni kellene, ez zárkodott előre, és ezért van ez a tiltakozás, hogy felhívjuk a figyelmét a cégnek is, a közvéleménynek is, meg hát a vásárlóknak is, hogy ez egy, ebből a szempontból nem rendes cég. Az, hogy nem rendes cég, ez mit jelent? Milyen próbálkozások voltak előtte, milyen tárgyalások zajlottak le? Ez is nem akarja megadni az elvárt béremelést. Ebből azt érnénk el, hogy az emberek ne keressenek kevesebbet, mint tavaly. Itt még az infláció pótlásáról szó sincsen. Egyszerűen minimális összeget ajánlott fel, mindössze egy 3%-ot. Ez pedig azt jelenti, hogy havi 6-7 ezerrel mindenki kevesebbet keres, mint tavaly. Ez nyilván elfogadhatatlan. És hát olyan feltételeket szabott, például kértük azt, hogy adjon ebédjegyet, vagy valamilyen kafetéri ellennel pótolja kiesett jövedelmet. Azt válaszolták, hogy rendben, de akkor, hogyha legalább 30 ezer forintot minden dolgozó a metrónál elvásárol. Tehát ez majdnem a fizetés fele, hát valamiből meg kell élni, ez elfogadatlan feltétel. Mi azt szeretnénk, hogy végül is legyen megállapodás a metróval is, mint ahogy a többi céggel. Jelenleg kettőnél nem tudtunk megállapodni az Osánnál. Honnap lesz demonstráció egy még nagyobb, és hát a metrónál. És reméljük, hogy mégiscsak sikerül felhívni a cég figyelmét, hogy már pedig meg kell egyezni a dolgozókkal, mert egy morálisan szétesett céget nem lehet nyereségesen vezetni. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt előzménye a mai demonstrációnak, mi előzte meg azt, hogy ma az emberek itt vannak a metró előtt? November óta tárgyalunk velük, folyamatos volt az egyeztetés, ők jelezték, hogy a folyamatban nem mindennel elégedettek, és kilátásba helyezték, hogy esetleg tüntetni fognak. Ha egy petíció került átadásra, lehet-e azt tudni, hogy az mit tartalmaz? Nem. És lesz-e megoldása ennek a mostani demonstrációnak a metró részéről? Keresi a megoldást? Természetesen arra törekszünk, hogy a dolgozóink minél elégedettebbek legyenek. Ugye nem a metró vette el tőlük az adójóváírást. Gazdasági helyzet ez nem teszi lehetővé, hogy ezt 100%-ban pótoljuk, de mindenképpen próbáljuk a legnagyobb mértékben ezt helyettesíteni számukra. Most április 1-től mi bevezetünk egy olyan csomagot, amit az üzemi tanácsunk elfogadott. Ez a dolgozókkal egyeztetése kerültek erőle? Üzemi tanács dolgozóink 90%-át képviseli, úgyhogy igen. Önök dolgozók, vagy kit képviselnek, akik itt most jelent vannak? Akik itt jelen vannak, dolgozók, illetve szakszereti tisztviselők, akik szakszereti emberek, mint magam is. Kereskedelmi alkalmazottak szakszereinek elnöke vagyok, mi támogatjuk a dolgozókat, de itt a 95% a metró dolgozó. És milyen eredményt várnak a mai naptól? Meddig lesznek itt? Mi fog itt történni? Egész nap felváltva jönnek a kollégák, hiszen van, aki délelőtt dolgozik, van, aki délután. Körülbelül 30 kocsit várunk, egész nap itt leszünk. Azt látjuk, hogy folytatódnak a tárgyalások, és egy-két héten belül mégiscsak sikerül valahogy megegyezni. Ha nem, akkor tovább folytatjuk, illetve az anyacéghez fordulunk, a német központhoz, tehát megpróbálunk segítséget igénybe venni. Célunk az, hogy állapodjon meg, és az emberek kapjanak valamit. Minimum legalább 5000 forintos ebédjegyet, plusz ebédjegyet szeretnénk elérni. Mit nyújt a metró jelenleg a dolgozóinak? A metró természetesen munkaszerződéssel foglalkoztat minden munkavállalót, tehát a fizetésüket mindenképpen megkapják minden hónapban, illetve azt gondolom, ami nem jellemző a kereskedelmi ágazatban, hogy a metrónál garantált 13. és 14. havi fizetés van, amit kafeteria rendszerben is igénybe vehetnek dolgozóink. Az elégedetlenséget mégis mi váltotta ki, lehet azt tudni ennek fényében? Természetesen vannak olyan kollégáink, akik mondjuk alacsonyabb béren vannak foglalkoztatva, és ezért valóban őket érzékenyebben érintette az adójóváírás elvétele. Volt-e már korábban ilyen jellegű megmozdulás? Nem volt, nem. Azt lehet mondani, ez az első? Azt lehet mondani, igen. Azt hangzott el, hogy holnap is demonstráció lesz? Holnap is demonstráció lesz, nem a metró alapszervezet rendezi, hanem az Osán. Más áruházak vagy más cégek érdekében is történik ez? Még nem határozták el, bár nagyon sok az érdeklődő a más alapszervezeteknél, illetve más áruházaknál is. Például a Korától jelentkeztek nálunk, személy szerint nálam dolgozók, hogy hogyan tehetnék ők is ezt meg. Mondtam, hogy csak jöjjenek, és majd megbeszéljük.
viszonylag kevés ember van most itt. A dolgozók mernek egyáltalán ehhez csatlakozni? Nem félnek-e attól, hogy akkor a munkahelyüket elveszítik? Hát, akik itt vannak még a kocsisoron, főként dolgozók, nem csak a merésről van szó, hanem arról, hogy úgy osztották be őket dolgozni, hogy minél kevesebben jöhessenek el, és ugyanez várható egyébként a holnapi naptól is, mert hiszen megtudta a munkáltató, hogy készül a demonstráció, és olyan munkaidőbeosztást kaptak, meg elrendeltek rendkívüli munkavégzést, hogy ne lehessenek itt. És a dolgozók azok egyébként csatlakoztak ehhez a megmozduláshoz? Tehát elvileg mindenféleképpen csatlakoztak a dolgozók, de hát sokan nem tudtak eljönni vidékről sem, meg hát innen sem nagyon akartak kijönni, mert félnek, szóval végül is félnek. Önök beszéltek-e már a metró vezetőségével mai nap folyamán? Az alelnök asszony petíciót adott át a szakszereti titkárral együtt, ami abból állt a tudomásom szerint, hogy kijött valaki, kikapta a kezéből a petíciót és elrohant. Ennyi történt. Elhangzott, hogy egy petíció került ma átadásra. Mit tartalmazott ez a petíció? Igen, ez így van. Ma a vezérigazgató úrnak címzetten átadtunk egy petíciót, amelyet a cég kommunikációs vezetője vett át tőlünk. A petícióban leírtuk mindazokat a követeléseket, amelyet a munkavállalók szeretnének elérni, azért, hogy ebben az évben ne csökkenjen a bérük, tehát ne legyen kevesebb a nettó béruk, mint amennyi a tavalyi évben volt. Egyrészt tartalmazta a petíció ezt, másrészt pedig, mivel tudjuk, hogy a cég abban gondolkodik, hogy kompenzációt, illetve ezt az elvárt béremelést, ami kormányrendeletben meghatározott, nem hajlandó megadni a dolgozóknak, de kvázi ezt helyettesítően egy úgynevezett vásárlási kedvezményt, vásárlási utalvány formájában hajlandó lenne juttatni a dolgozóknak, viszont mi a szakszervezet nevében azt szeretnénk elérni, ha ezt minden dolgozó, tehát legalábbis azok, akik rosszabbul jártak a tavalyi évhez képest, január 1-től visszamenőlegesen megkapnák. Most pillanatnyilag tehát erről tárgyalunk a céggel, hogy adja meg ezt a visszamenőlegességet január 1-ével. Valamint ugye követeljük azt, hogy a dolgozóinkat ne különböztessék meg olyan szempontból, hogy szakszervezeti tagok-e, vagy szakszervezeti tisztségviselők, tehát ne állítsák szembe a munkavállalókat a szakszervezeti tisztségviselőikkel, továbbá azt, hogy tehát mindenki tehát egyenlő elbírálásban, egyenlő bánásmódban részesüljön. Hogyan, mikor és milyen formában válnak visszajelzést a metrótól? Tudomásunk szerint a jövő héten lesz egy vezetőségi értekezlet. Nekünk jelezték írásban, hogy ezen az értekezleten fognak dönteni a mi követeléseinkről, illetve a mi legutóbbi javaslatunkról. Most ezt várjuk, erre várjuk a választ. A válasz függvényében lesz-e folytatása ennek a megmozdulásnak? Mindez attól függ, hogy mi milyen felhatalmazást kapunk a munkavállalóktól, a szakszervezeti tisztségviselőinken keresztül. Természetesen amennyiben ez nem lesz elfogadható ez a válasz, akkor lehet, hogy valamilyen egyéb formában tervezünk további megmozdulást. Bérkompenzációt úgy szeretnénk végrehajtani, hogy nem bocsátunk el kollégát, és nem is csökkentjük a munkaidejüket. Köszönjük. Én is köszönöm.